A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári beszélgetések nézőit, vendégem a Székesfehérvári Városi Mélyegyűjtőkör Kör elnöke Laci Zoltán, tisztelettel Jó köszöntelek. Nos, hát itt van egy idézet, a gyűjtögetés mondják, a gyűjtögetés összene egy idős, az emberiséggel, a civilizáció kezdetén az életet, az életben maradás egyik lehetséges formáját jelentette elődeink számára. A gyűjtés mindenképpen komoly, figyelemreméltó munka, amelyet csak hozzáértéssel, elkötelezetten alázattal és lelkesedéssel érdemes végezni, ez a bélyeggyűjtőkre egészen kivételesen igaz. Így igaz mindenképpen. Így igaz, igaz. És az a száz év, amit jövőre fogunk ünnepelni az első székesférvári Bélyeggyűjtők Egyesülete száz éves évfordulóját, az a centenárium az pedig megerősíti azt, hogy bizony ez egy olyan időszak volt, amit én azt hiszem, hogy az elkötelezettek, maximálisan teljesítettek, és ez így van ma is. Nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy ezt a száz éves évfordulót megünnepelhetjük, és ugye sokan temették, temetik a bélyeget, a bélyeggyűjtést, és ehhez képest ott vagyunk több intézményben, a Székesfehérváron a kör létezik, és készülhetünk erre a száz éves évfordulóra. Szerettünk volna egy nagy kiállítást Székesfehérvára hozni, nagy bélyek kiállítást, ez sajnos vagy nem sajnos nem jött össze, ezért arra gondoltunk a gyűjtőtársakkal, a, a körelnökségével, hogy idén szeptembertől, a, illetve hát igazándiból majd októbertől az éves kiállításunktól, a jövő évi éves kiállításig egy folyamatban emlékeznénk meg a százesztendőről, illetve azokról a gyűjtőkről, magáról a bélyeggyűjtésről és a bélyegről, és Székesfehérvár és a bélyeg kapcsolatáról, ami az elmúlt száz évben volt. Ugye a 90 éves jubileumra megjelent egy kiadvány, ami nagyon-nagyon fontos volt az Egyesület életéről, illetve a Székesfehérvári bélyeggyűjtés történetéről. Ez nyilván egy eredendő, egy alap, amit azért jó, ha figyelembe veszünk. Igen, szerkesztő úr, és van egy nagyon érdekes dolog a számomra is, és talán a, a napokba kezembe fog kerülni. 1985-ben is jelent meg egy kiadvány a Fehérvári bélyeggyűjtésről. Ezt a két anyagot szeretnénk... Amennyiben olyan, akkor összegyűrni egy újabb kiadványjal, illetve az elmúlt esztendőkről is szeretnénk ebben a kiadványban majd megjelentetni a tevékenységünkről, a bemutatóinkról és a körünk életéről. És természetesen mindazokat a képeket, fotókat és akár videófelvételeket is próbáljuk majd valamilyen módon csatolni ehhez a kiadványhoz. Készülünk azzal, és egy felhívást tettünk már közé a honlapunkon, a gyűjtőket, illetve bárki, akinek a bélyeggyűjtéssel, a Székesfehérvári bélyeggyűjtő egyesülettel, csoportokkal kapcsolatosan rendelkezésre áll dokumentuma anyaga, szeretettel várjuk, hogy a bemutatóinknak részese legyen, illetve szeretnénk ezt ezeket az anyagokat digitalizálni, és az Egyesületünk honlapján megörökíteni és megtartani a későbbiekben. Ugye emlékszünk rá, hogy 2018-ban indult el az a kezdeményezés, amely egy sorozat, hogy a helyi általános és középiskolákban is, illetve közmes intézményekben is elinduljon színes tematikus összeállítások, mert hogy én magam is azt tapasztalom, és én is bélyeggyűjtő voltam töpörtyűként, aztán szépen elhagytam. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó út, hogy ismét megszerettessük a bélyeggyűjtést a fiatalokkal. Én igazándiból azt mondanám úr, hogy megismertessük a bélyeggel a gyerekeket, hiszen a napi életben már nem találkoznak. Egyre kevesebben vannak, akik képeslapot, borítékot adnak föl. Másrészt a pósta tevékenységében is kev... Ha nem kérem a postán, hogy bieggel szeretnék bérmentesíteni egy borítékot vagy képeslapot, akkor az automat a találkozom. Tehát én azt mondom, hogy, hogy igazándiból ezért indítottuk el, és talált társakra az Egyesületben, hogy a bemutatókat megtartsuk. Jelenleg ugye a Szénatéri iskolában már zárjuk ezt a bemutatót, a Német László Általános Igen. Iskolában nyitottuk meg néhány napja. Van a Gárdonyi Művelődési Házban egy közlekedés fejlődése című anyagunk néhány keretbe kiállítva, és van egy gyűjtőtársunk, Stokinger József, aki a Tolnai utcai könyvtárban. Kis graf grafikák, Ex Libri mellé bélyeget is bemutat, tehát Fehérváról jelenleg is több helyen megtekinthetik az érdeklődők, akár a gyerekek, akár a felnőttek. Megerősíthetem először is Szilvási nem nemrégiben erről beszélgettünk, hiszen én is rácsodálkoztam, tehát az nagyon jó a Gárdonyi Géz a művelődési házban, mint ahogy Stokinger József én magam is vendég voltam a Tolnai úti könyvtárban, és azért ott az érdeklődést is éri, mert én azt mondom, hogy ha nem is el valaki, de azért, amikor rácsodálkozik egy anyuka, apuka nyilván a könyvtárban, vagy akár egy, egy kisgyerekes, azért az, az, csoda. És ezért fontos a, a német László Általános iskolában bemutatott tárlat is, mert hogy a, ugye a gyerekek, ez lehet az indítatás mindenféleképpen szeretnénk megmutatni magát a bélyeget. a német László iskolában levő anyagot is egy kicsit még hozzánk kötöttük a tavalyi esztendő a Petőfi emlékéhez, tehát készültünk egy Petőfi anyaggal, illetve hát a gyerekeket érdeklő mese, állat, figurákat, tematikát tettünk föl, és a ott a kollégákkal, pedagógus kollégákkal beszélve jelezték, hogy ők, ők terveket fognak készíteni rajzórán, szeretnének személyes bélyeget készíteni az iskoláról, intézményről. Tehát van, létezik maga a bélyeg, és a megismertetésen keresztül az iskolai tanul, a tanórához is lehet kötni a, a bélyeget és a bélyeggel levő grafikákat is. Úgy fogalmaztál nemrégiben, hogy Fél évszázaddal ezelőtt még voltak ifjúsági körök, és nyilván ezt ne legyenek illúzióink, ezt nem lehet visszahozni, ugyanakkor ez nagyon jó út megismertetni a, a nagyocskákat, akik már tudják értékelni, illetve a, a, az ifjúságot a bégekkel. Tehát ez egy folyamat része? Én azt gondolom, hogy a, a fehérvári körnek a 2018-as elképzelése e, Alapja ennek a gondolkodásnak, hiszen a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége is az ifjúság felé fordul. Egyrészt a Mábiósz meghirdetett újra ifjúsági vetélkedőt, ami évek óta nem volt. Ez jelenleg elektronikus formában zajlik, háromfős csapatokat várnak, ötfordulós, és az ötfordulóban a legtöbb pontot elérőket fogják, csapatokat fogják behírni egy országos ifjúsági döntőre. Ez az egyik része. A másik. A könyvtáros pedagógusokkal szövetségével, egyesületével a Mávihoz szerződést kötött, hiszen a könyvtáros tanárok ott vannak az intézményekben, mm. és ő rajtuk keresztül is szeretnénk minél több helyre eljuttatni magát a bélyeget, a bélyeg Székesfehérváron két ilyen intézmény a, telekiblanka Blanka gimnáziumnak a Sziget utcai tagozata, illetve a második Rákóczi Ferenc iskolában van jelenleg olyan pedagógus kollega, aki ezzel foglalkozik. Ezeket a kapcsolatokat is szeretnénk feléleszteni. Szerkesztő úr, teljesen igaza van. A 50 évvel ezelőtti bélyeg után való érdeklődést, a, a, a körök létét, működtetését, az egymásra épülő telep, területi, tehát helyi területi országos bélyegversenyek versenyek rendszerét nem biztos, hogy vissza lehet hozni, de lehet, lehet az ifjúsági körökre nek a támogatását, illetve az ifjúsági köröknek a programjaihoz támogatást adni. Igen, hiszen itt olvastam, hogy a 60-as, 70-es években, amikor reneszánszát élt a bélyeggyűjtés, mint mintegy 800 tagja volt a bélyeggyűjtőkörnek, és természetesen létezett és majdnem minden iskolában bélyeggyűjtő szakkör. Igen. Ez nyilván nem hozható vissza, hiszen felgyorsult a világ, ugyanakkor ez nagyon-nagyon jó út. Hogyan lehet ezt úgy elterjeszteni, hogy, hogy valóságosan eljusson mindenki ez a hír? Az egyik, egyik dolog az, hogy szerintem ott van. Igen? Szerkesztő úr, 1871-től a napjainkig a Magyar Posta, illetve hát ugye Magyar Posta, Osztrák Posta közösen közel 6000 bélyeget adott ki. Tehát ezt a magyar bélyegek árjegyzéke bélyeg megnézik, ugye végig van vezetve, a sorszámozva. 2004-ben a Magyar Posta kiadta az első személyes bélyeget, tehát 20 évvel ezelőtt. Ma a Magyarországon kiadott személyes bélyegek száma közel 6000, ami a honlapunkon működtetett tájékoztató katalógusban de ennél jóval jelentősebb a személyes bélyegnek a, a léte. Tehát a maga a bélyeg, a bélyeglét, és ebből adódóan a, a, a gyerekek kapcsolata létezik. Vélhetően már nem abban a szervezet formában, mint ahogy, ahogy a, a szerkesztő termítette ezt a 60-as, 70 es 80-as Ugye a német László iskolában elhangzott az a gondolat, hogy az anyag két részből állt, ugye Március 15-éhez kapcsolódva, a másik fele pedig, hogy a gyermekek szívéhez közel álló meséket ábrázoló bélyegek. Ez lenne, ez egy jó út? Ez, ez, ez is része, de ugyanúgy a, 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 a tematika óriási és széles. Nem tudom, végig kellene gondolni és megnézni a bélyegek sorát, de nagy valószínűséggel mindenről adtak már ki bélyeget. Tehát ez mutatja azt, hogy, hogy van, akit a, a megfog és megragad egy olyan bélyegkép, ahol gombák vannak. De ugyanúgy a mesefigurák és azok a mesék, amit olvasva, könyvben nézve, vagy a, a média lehetőségeivel. tehát ezek a, a lehet, ezeket a lehetőségeket is próbáljuk minél jobban kihasználni, hogy ugyanakkor ott van egy ilyen grafikai, csodálatos élmény, amit a kézbe lehet venni, ott van meg lehet nézni, és ebből az adott mese részletre is vissza lehet emlékezni, tehát szolgálja, segíti az oktatást. Ez az egy eset. folyamat, hiszen a gyűjtés, a gyűjtés szenvedés felkeltése értelemszerűen maga a bélyeg a bélyeg készítés. És a kiállított anyagok mind ezt sugalják, hogy ezt lehet. Szerkesztő úr, ezt lehet Szerkesztő úr, az ön nyitó gondolatai a szívemből szóltak. Az, hogy kevesebben gyűjtenek bélyeget, az nem jelenti azt, hogy nincs gyűjtés. Ha a székesfehérváron az a februárban megrendezett kártyagyűjtők gyűjtők bőrzére valaki elment. Nagyon sok kisgyerekkel találkozott, akik, akik, ott válogattak a kártyák között. A sportolók, a, a különböző fotballjátékosoktól kezdett. Tehát, tehát a gyűjtés maga létezik. Igen. És e ez, ezt erősíthetjük ezzel a bemutatókkal, erősíthetjük a, az elkövetkezendő egy év programjaival, amiben szeretnénk a száz év történetéből, a, amit csak tudunk megmutatni, és ahogy szerkesztő mondta, több helyre elvinni, tehát akár a Tolnai utcában, akár az Aranybúra könyvtárban, ahol már voltak bemutatóink, vagy a Gárdonyi műfáz szeretnénk a Városháza épületében egy olyan anyaggal megjelenni, ami kuriózum, hiszen az 1938-as Szent István emlékév és az emlékév fehérvári programjainak a dokumentumait, és itt nem csak a bélyegekről, hanem ezzel kapcsolatos dokumentumokról, akár fotóképes Foto. lapokról szeretnénk. Tehát minél szélesebb körben megmutatni a, a bélyeg és a bélyeghez való kapcsolódást. Igen, ezek csodapillantok lesznek, annál is Inkább, mert hogy tehát az a gondolat, hogy a kártyák is kapcsolódjanak egy bérgyűjtő kör munkájához, illetve megismertetéséhez a gyerekekkel, ez nagyon fontos, hiszen a kártyáknak reneszánsza van ma is. Igen, ez, ez természetes, és a kártya figurák mellé oda tehetjük mindjárt, hogy ugyanaz bélyegen is meg, megjelenik, ugyanaz a figura megtalálható, ugyanaz a sportoló vagy maga a sport. Idejében olimpia lesz. Szeretnénk az olimpiához kapcsolódóan is egy olyan anyaggal jelentkezni, amit, ami segíti az olimpiák történetének a megismerését. Így van, tehát 1896-tól, Aténtől, Párizsig, ha igen, úgy igen. Tehát egy... széles a köre és a lehetősége annak, hogy, hogy megmutassuk, hogy mi minden rejlik a bélyekben, és mi, mi mindenhez kötődik, kapcsolódik. Egyébként, ha most eltekintünk attól, hogy ő száz éves, nyilvánvaló, hogy kellenek olyan kapcsolatok is a társ körökkel, amelyek erősítik ezt a munkát. Szerkesztő úr, ezeket az anyagokat, amit mi bemutatunk a akár művelődési házakba, akár az iskolákban, ez, ennek egy része, ez nem a fehérvári gyűjtők anyaga, hanem mi is megkeressük az országban a gyűjtőket, hogy kinek milyen anyaga van, milyen bemutatható anyaga van, és ezeket kölcsönkérve segítjük a saját bemutatóinkat. Ehhez tartozik az a gondolat, hogy az idejévi kiállításunknak a mottója, az a Dunántúli gyűjtőknek a, a, bemutatója. Ugye az elmúlt években fehérvári gyűjtők, akár a Hadatibor nagyanyagának a bemutatója, akár a tavalyi esztendőben a korábbi gyűjtőink anyagai, akik sajnos már nincsenek közöttünk. Most szeretnénk a Dunántúli gyűjtőket. Elkezdtük az előkészítést, keressük a partnerkapcsolatokat, és eközben találtunk egy olyan dokumentumot, hogy 1931-ben az, talán, a, talán az első, de nem biztos, mert talán 27-ben már volt egy bemutató, a 31-es bélyeg bemutató Székesfehérváron a Dolántúli gyűjtők kiállítása volt. Tehát még magában a történelmi gondolatokban is egymásra találunk az elmúlt száz év és a mai. Azért az nyilván megerősítést jelent a kör tagjainak, hogy azokat sem feledik, akik már nincsenek köztünk. Mert ez egy Mi... fontos, ugye Hadatibort említette, de mondhatnék még három, négy, öt olyan nevet, akik nagyon sokat tettek a bélyeggyűjtők körértét Székesfehérváron. Mindenféleképpen szeretnénk az ő értékeiket megőrizni, szeretnénk, és, és ugye akár a személyes bélyegekben az elmúlt időszakban jó néhány olyan készült, ahol a korábbi prominens fehérvári bélyeggyűjtőkről jelentettünk meg bélyeget, és ezt szeretnénk a kiadványunkban is majd érzékeltetni, hogy az elődeink munkája nélkül ma nem lehetnénk itt. Nagyon fontos kérdés, hogy a város kulturális életében ugye fontos szerep jut egy-egy ilyen évfordulónak. Ezt társrendezvényekkel kiegészítik -e? Nagyon szeretnénk és én nagyon remélem, hogy partnerre találunk a Városi Levéltár és Kutatóintézetben, akik eddig is segítették a munkánkat. Tervezzük egy rendezvényt, ami Székesfehérvár történet és Székesfehérvár bélyeg, bélyegeken való megjelenéséről szólna. Ez még egyeztetés alatt van, de ez is a száz éves programunknak a részébe, része szeretne lenni, illetve szeretnénk tovább folytatni azokat a bemutatóinkat, akár a Babamúzeumban, Múzeumban, akár a Szent István Király Múzeum programaihoz kapcsolódva, amit eddig is már megtettük. Ez nyilván az esztétikai érték az felülmúlhatatlan mindenféle értelemben. Viszont nagyon fontos az is, hogy kifelé, tehát országos szinten is bemutatkozhassék. Erre van példa és lehetőség? Természetesen van lehetőség. Ugye idén, szeptemberben Sárvár, fog, Sárvár adja a magyar bélyeg kiállítását, a Hunfila országos bélyeg kiállításnak a helyszínét. Ide is a mi gyűjtőtársaink által készített anyagok is el fognak jutni, és szeretnénk, ha ott bemutathatnák. Azokat, az, azokat a gyűjteményeket, amivel ők a saját gondolataikat megfogalmazzák, illetve olyan anyaggal is, remélem készülnek a gyűjtőtársaim, ami a fehérvári 100 éves egyesületnek a történetét Igen, hát Méltóságot adna mindenképpen. Azt nagyon is jól tudjuk, hogy jó úton jár a székes-férvári bélyeggyűjtőkör, de mi a helyzet országosan? Vagy ha kitekintünk Európába, a világba, mennyire népszerű mostanság a bélyeggyűjtés? Először talán Magyarország. Van egy 1000-1100 szervezett bélyeggyűjtő, aki a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének a tagja. Ez a szövetség, a MA mindenféleképpen támogatást ad a köröknek, hogy a köri tevékenységüket ez bemutatók, kiállítások, kiadványokkal tudják és meg, meg tudják mutatni a, a bélyeget minél több helyen. Ez a korábbi esztendőkben nem volt. A tavalyi évben indultunk el egy, egy támogatási rendszerrel. Uh, ugyanakkor uh, a Mábiosznak van egy székháza, ami ugye kuriózum egyrészt a világbélyek mert uh, ilyen, ilyennel egyetlen egy ország uh, szövetségesen rendelkezik, egy saját székház. Ebben a székházban uh, rendszeres uh, uh, bemutatók vannak, illetve rendszeres bőrzék, ahol a különböző akár éremgyűjtők, akár képeslapgyűjtők, akár uh, Más egyéb gyűjtők elhozhatják az anyagaikat és bemutathatják. Tehát van, van olyan élet, ami megmutatja, fenntartja magát a, a bélyeget. Nemzetközi szinten vannak kiállítások minden esztendőben, különböző európai, illetve világ szintű kiállítások. Nem olcsó, azt kell, hogy mondjam, hogy egy bélyeganyagot oda kijuttassunk. Egyrészt a nevezési díj, ennek az anyagnak az eljuttatása és minden egyéb technikai költség támogatja ezt is, a MABO, segít azoknak a gyűjtőknek, akik meg akarják nemzetközi szinten is mutatni. Mintegy 25-30 olyan gyűjtő van, aki ki rendszeresen európai szinten bemutat anyagokat és nagyon komoly díjakat érnek el. Viszont fordul a világ és ugye a én mondtam, hogy 1100 tagja van most a Mábiosznak, de arról beszélünk, hogy közel 30 ezer ember gyűjt bélyeget, vagy érdeklődik a bélyeg után, hiszen az elektronikus média kinyitotta, vagy a Facebook bármi kinyitotta ezt a világot, ahol egymással cserélni, vásárolni, eladni lehet dolgokat. A bélyegvilág világ az online kiállítások felé mozdul el. Ennek a gyakorlata még nem annyira működő, de, de szeretnék a nemzetközi szervezetek is, hogy bizonyos szinten már erre mozduljon. Ezt akár olyan módon is, hogy ugye a Hunfila kiállításnak az anyagát dolgozza fel, mindenki szkennelje be az adott lapokat, és online anyag készüljön bele, nyilvánvaló, hogy az adott kiállító engedélyével a szövetségen keresztül, tehát lehetőség legyen arra, aki nem tud elmenni adott időben a sárvári kiállításra, beülve a számítógépe elé, a Mabios honlapján hozzáférve ezt a anyagot meg tudja nézni. Tehát a nemzetközi trend is erre errefele irányul, de maga a tényleges kiállítási keretben levő anyagokat nem szeretné a szövetség megszüntetni, illetve nem tervezi ennek a, a, azt a részét, hogy minél kevesebb legyen. Legyen bemutató, ezt mondtam, jeleztem, hogy támogatják, illetve hát két évente jelenleg van országos kiállítás. Nos, hát ez egy jó út mindenképpen. Én ehhez a jó úthoz kívánok erőt, egészséget, gyűjtőszenvedét, szakmai alázatot értelemszerűen, és minden jót a fehérvári bélyeggyűjtőknek is. A száz évesről azt tudom ígérni, miközben köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket, hogy természetesen ott leszünk ezeken a rendezvényeken, és beszámolunk róla, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat, én azt hiszem, a közgyűjtemények életében is, és Székesférvár kulturális életében is. Köszönjük szépen a támogatást! Köszönöm szépen! Kedves nézőink, Laci Zoltán volt a vendégem, a Székesférvári Városi Bélyeggyűjtőkör elnöke. A beszélgetésünk alapja pedig az, hogy a következő esztendőben a Bélyeggyűjtőkör ünnepli századik születésnapját sok-sok rendezvényel, amelyre természetesen várják önöket is. Mi azt ígértük, és azt ígérem most is, hogy természetesen ezekről a rendezvényekről hűen, hitelesen beszámolunk, Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszontlátásra! sorsam termék tartalmazott